Gyötri felváltva az MHS öreg terepjáróját. Expedícióra készülnek Afrikába. Az ottani utakra edzenek. Három éves előkészítés, szervezés végső fázisában vannak. Az indulás már csak napok kérdése. Teleki Sámuel Afrikában tett felfedező útjának centenáriuma kínálja az alkalmat egy újabb, nagyszabású, fél évesre tervezett tudományos expedícióra. Filmünk betekintést próbál adni abba a hosszú folyamatba, amely az ötlet megszületésétől a tudományos kutatómunka megindulásáig tartott. Az ötlet az Eötvös Loránd Tudományegyetemen született. Gábrics Gyula, a természetföldrajzi tanszék docense gyűjtötte maga köré az Afrika iránt érdeklődő kutatókat, és valahogy az első pillanattól kezdve mindenki számára természetes volt, hogy ő vezeti az expedíciót. Ugyanez Észak-Amerikában is, körülbelül az 50. földrajzi szélességében. Lerner János ugyanebben az épületben, a térképtudományi tanszéken adjunktus. Fáradhatatlan szervező, az expedíció helyettes vezetője. Pokoli Béla szintén térképész, ezen kívül gazdaságföldrajzzal foglalkozik. A mezőgazdasági minisztériumban dolgozik. Az expedíció ötletével ő állított be Gábrics Gyulához, aki korábban tanára volt az egyetemen. Juhász Árpád geológus, az expedíció szenyora. 50. életévét már elhagyta, de kondíciójában példát mutat a fiatalabbaknak. Galácz András szintén az ELTE oktatója. Ő is geológus az őslénytani tanszéken. A tervek szerint fél időben váltja Juhász Árpádot, aki csak 3 hónapig vállalhatta a kint tartózkodást. Ebben a gyűjteményben... Sárkány Mihály néprajzkutató, szociálantropológus. A Magyar Tudományos Akadémia néprajzi kutatócsoportjában dolgozik. Afrika szerelmese. De eddig még nem sikerült eljutnia oda. A Néprajzi Múzeumban található, Teleki Sámuel által gyűjtött anyagok kiváló ismerője. Akkor a dicsőség jelképeként a továbbiakban ilyen oroszlásörény fejdíszt is hordhat, ez a másik mellette stúc. Ez az új szuaheli nyelven beszél, tanítja is. Fősi Nagy Géza afrikanista, ő is az ELTE-n dolgozik. Az expedíció tagjait igyekezett beavatni Kelet-Afrika leggyakrabban beszélt nyelvének titkaiba. Ő már rendelkezik helyszíni tapasztalatokkal. Vojnics András zoológus. Szűkebb szakterülete a rovartan. A Természettudományi Múzeum gyűjtemény vezetője. Több egzotikus ország rovarvilágát tanulmányozhatta már eddig, Afrikában még nem járt. A Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója Kubasek János, tudománytörténész, karsztkutató. Annak ellenére, hogy az expedíció legfiatalabb tagja, már sok, kalandokban bővelkedő utazás áll mögötte. Dr. Varga József urológus szakorvos. Amióta tagja az expedíciónak, intenzíven foglalkozik a trópusi betegségekkel is. Egészségügyekben könyörtelen. Egyébként aranyszívű ember. Sáfrány Józsefet a Magyar Televízió Natura szerkesztősége delegálta.
Ha egy expedíció szervezése beindul, először is információkra van szükség. Tapasztalatért, tanácsért felkerestük Balaton Edericsi házában dr. Nagy Endrét, a híres Afrika kutatót és gyűjtőt, aki a nyarakat itthon Magyarországon, a teleket otthon Tanzániában szokta tölteni. A legfontosabb expedíciós alapföltételt tőle hallott. Nektek is azt mondhatom csak, urak, hogy ha nincsen pénzetek, akkor inkább maradjatok itthon. Mert nincs rettenetesebb, mint egy igen idegen országba pénz nélkül sóherül kütörögni, és ott mindenkit megpumpolni. Tanácsát komolyan is vettük. A pénzforrások felkutatása tette ki a három és előkészítő munka legjelentősebb részét. Kialakult az expedíció résztvevőinek végleges névsora. Szükségessé vált, hogy közelebbről is megismerkedjünk egymással. Össze kellett szokni, hiszen Afrikában fél esztendőt éjjel-nappal együtt tölteni nem csekély megterhelés. Hegymászó utak során Bulgáriában és Erdélyben ismerkedtünk meg egymás szokásaival, rigolyáival, felkészültünk ezek elviselésére szélsőséges körülmények között is. Ha az ember teleki sámolyá nyomába lép, azt nem Afrikában kell kezdje. Szülőföldjére, Maros-székbe is ellátogattunk. A széki, teleki grófi család mindig jelentős szerepet játszott Erdély politikai és gazdasági életében. Teleki Sámuel kancellár alapította Marosvásárhelyt, a ma is létező Teleki tékát, amely Erdély legnagyobb tudományos könyvtára volt. Teleki József történetíró vetette meg a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárának alapját. Petőfi egyetlen főúri barátja volt Teleki Sándor, a szabadságharc ezredese, aki emigrációba kényszerült, akárcsak Teleki László a politikus. Teleki Blanka írónőt börtönbe zárta a Habsburg önkény. Ilyen családban született Teleki Sámuel gróf 1845. november 1-én a Vásárhelyhez közeli Sáramberke földszintes kastélyában. A Debrecenben és Göttingenben kiváló képzést kapott főúr a kor szokása szerint huszártiszt lett, majd 1881-től politikusi pályára lépett. A három Afrikában töltött esztendőt leszámítva ekként működött haláláig. A kastéllyal szemközti domb tetején álló család és hírboltba nagy nevű ősei mellé 1916-ban helyezték nyugalomra. A faluban még élnek öregek, akik személyesen látták. A magyar királyok ősi vadászbirtokán, a görgényi havasokban Rudolf trónörökös gyakran vadászott együtt bizalmasával, a remek vadász hírében álló Teleki Sámuellel. A Görgény Szent Imrei királyi vadászkastélyban született meg az afrikai felfedező útterve. A trónörökös volt a Magyar Földrajzi Társaság elnöke. Ő ajánlotta Teleki kísérőjéül Ludwig von Hönel osztrák tengerésztisztet, a kiváló térképészt. Az expedíciót anyagilag támogatók keresése során sikerült rátalálni a Novotrade részvénytársaságra, amely sokrétű üzleti tevékenységének sorába a Magyar Tudományos Afrika Expedíció anyagi ügyeinek szervezését is felvállalta. Hasonló tulajdonságokkal rendelkező autó. Ezeknek az ára $32,500. Valutak az tulajdonképpen rendelkezésünkre áll, de még nincs meg az összes forint megváltásához. Szeretném kérni, hogy kölcsönözzön nekünk annyit, amennyi a gépkocsik megvásárlásához még most hiányzik. Novotrade-nak a jelzéseit hova tesszük fel? A Novotrade cégvezetője Forgács Antal a vám és szállítási ügyeket intézendő, az út elejére és végére csatlakozott az expedícióhoz. Van egy költségvetés lista, ami úgy tűnik, hogy most már végleges. Gábris Gyula a kitűzött indulás előtt egy hónappal örömteli hírről referált a tagoknak. Az egész vállalkozás a biztosítás nélkül, aminek most nem tudom az összegét, 7.406.000 forintos költségvetést hozott. Ebből a tartózkodásunk költségei, amire most kellett, hogy az utóbbi időben begyűjteni a pénzeket,
Ez körülbelül 3.100.000 forint. Többek között a Novotel 1.200.000 forintos hitele. Amit annak idején beadtam tervet a Malévnek, az az 51.000 dollár, ez a pénz megvan. Az utazás napja egyre közeledett. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem udvarára jókora zöld konténer került. A hosszú szervezési időszak alatt összegyűlt felszerelés, tudományos kutatóeszközök, élelmiszer, sátrak, ágyak, székek, asztalok, gyűjtőládák, tárolóedények, szerszámok, alkatrészek, filmek, ruhák, cipők. A térkép tudományi tanszék raktárából megindultak lefelé. Köbméteres konténer feltöltése két napon át tartott. Jó háromnegyede meg is telt. Az expedíció címerével ellátott konténer Hamburg kikötőjéből indult Afrikába. Mikor a tréler kigördült vele az egyetem kapuján, még nem sejtettük, hogy fél éven át ez a zöld vasdoboz lesz számunkra a bázis, majd hogy nem az otthon. Az expedíció tagjainak nagy része csak ekkor kezdett hinni igazából abban, hogy valóban megyünk Afrikába. Volt, aki még ekkor sem. Stefániatóhoz eljutni szándékozók és családtagjaik az egykori Stefánián a Tököli étteremben gyűltek össze búcsú vacsorára. 1987. december 17-e. A családtagok elbúcsúznak, a tévéhíradó lámpái kialszanak, az expedíció elindul, és ezzel gondolhatnánk a szervezéséről szóló film is véget érhetne. Ha mégsem így van, annak az az oka, hogy csak az itthoni szervezés ért véget. A dolog nem olyan egyszerű, hogy oda megyünk és expedíciózunk. Az Afrikában ránk váró nehézségek mértékéről még itt, a gép fedélzetén nincs fogalmunk. Most csak azt tudjuk, hogy VIP-ként, nagyon fontos személyiségként utazni jó dolog. A gép kapitánya a pilóta fülkében is vendégül lát bennünket. Másnap reggel szállunk le Tanzániában, Dar es Salaam repülőterén. A bonyolult és hosszadalmas belépési procedúrán a Magyar Nagykövetség hatható segítségével hamar átesünk. A város villa negyedének egy üresen álló házát bérelték ki számunkra, úgymond, amíg a dolgok rendeződnek. Konyhát elborítják az üdítős üvegek százai, a szobákat pedig a felszerelés azon része, amelyet a repülőn hoztunk magunkkal. A követségiektől megtudtuk, hogy a konténer és a Japánból rendelt három terepjáró is megérkezett már a kikötőbe. Péntek lévén nem érdemes értük menni, várjunk hétfőig. A nap függőlegesen tűz, és hogy milyen erővel, azt csak este éreztük meg. Az afrikai klíma mellett bemutatkozott az élővilág is. A várakozás unalmát elűzendő Vojnics András zoológus munkához látott.
Hétfőn megindultak a hivataljáró brigádok. Sárközi Péter követségi titkár, aki összes tudását és energiáját rendelkezésünkre bocsájtotta, tapasztalatainak birtokában figyelmeztetett bennünket, hogy ez itt Afrika. Itt minden másként, főleg lassabban történik. Napokon, heteken át járkáltunk reggeltől estig minisztériumokba, bankokba, hatóságba, hivatalba. A papírok, pecsétek gyűltek. Jött a karácsony, aztán az új év, de se a konténert, sem az autókat nem lehetett megszerezni. Pedig a hivatalnokok mind kedvesek és segítőkészek voltak. Szervusz! Szervusz! Hogy vagy? Megvolnánk, köszi! Egy szép napon megérkezett Pócs Tamás, az expedíció botanikus tagja. Dar es Salaamtól 200 kilométerre Morogoro városában él családjával. Az ottani mezőgazdasági egyetem tanára. Tapasztalatai és helyismerete birtokában pontosítjuk programunkat. Rajta keresztül teremtettünk kapcsolatokat a tanzániai tudományos tanáccsal, amelynek támogatása számos akadályt hárított el előlünk. A várakozás időszakát is igyekezett mindenki kihasználni. A kutatók szakterületüknek megfelelő egyetemi tanszékeken és könyvtárakban gyűjtögették az információkat. Innen én elindulok két éjszaka után lefelé. Ja, hogy, és akkor ti még addig maradtok, amennyi időtök van. Az már egy alhalmas év. Na most mindjárt megnézzük, milyen magasan van. 14 ezer lábon van. Karácsony és szilveszter távol az otthontól, egészen más környezetben és hangulatban. Már január első napjaiban jártunk, mikor végre bejutottunk a kikötőbe. Zöld vasdobozunk felfedezése nagy öröm volt. Gyerekek, a likőrgyár unikumját nem találtátok meg? De, én szeretném megtalálni mielőtt. A szállítási vállalkozó traktora begördült az udvarra, és kezdetét vette a vámolási eljárás. A konténerből mindent ki kellett pakolni, a vámosok mindenre kíváncsiak voltak. A kőbányai sörgyár termékei szerencsére legfelül voltak, így a vizsgálatokat hamar befejezték. Valami okból csak a tojásporral voltak problémáik, de a harmadik doboz sör után annak behozatala elé sem gördítettek akadályt. Control, check this in details. Melyik lesz a következő? Akármelyik. Három heti hivataljárás után átvehettük az autókat is. A hosszú tengeri szállítás és a kikötőben való várakozástól megviselt Toyotákat a Dar es Salaami Icarus szervizbe vittük ellenőrzésre. Koppány Péter, a magyar származású buszok ottani szerelője, tökéletes állapotba hozta őket. A magyar rendszámot később le kellett vennünk, mert hazafiúi büszkeség ide vagy oda. Tanzán rendszámmal olcsóbb az üzemeltetés. Forgács Antal, a Novotrade képviselője, a bürokráciával folytatott harcban szerzett babérokkal, munkáját elvégezve elbúcsúzott tőlünk. A három terepjáró a 100 évvel ezelőtti expedíció vezetői után a Dzsumbe, a Samu és a Ludwig neveket kapta. Dzsumbe Kimemeta elefántcsontkereskedő vállalta annak idején teleki és hőnel kalauzolását az ismeretlen afrikai területeken. A majd egy hónapos idegőrlő várakozás után a három autó útra kelt az észak-tanzániai Arusha felé, ahol az expedíció bázisát szándékoztunk kiépíteni. Tanzániai utak valaha jobb napokat láttak. Manapság úgy javítanak rajtuk, hogy a teljesen összetört aszfaltot dózerekkel letolják. Úton
Arusa felé egy faluban éjszakáztunk. A falufőnök a település közepén lévő táncteret jelölte ki szálláshelyül, egy nagy majom kenyérfa alatt. A főnök tekintélyére jellemző, hogy az általa mutatott láthatatlan körön belülre a teljes létszámban felsorakozott falusiak közül senki sem lépett. E körön belül vertük fel sátrainkat, állítottuk fel a konyhát. A bámészkodók reggelig kitartottak. Ismételtem megállt, hogy ennek a nagy erőnye, hogy mennyi. Hogy magyarázom meg azt a sok éjszakai pillangót, aki engem körül. Elég, jaj, de ne olyan sokat kösz. Körülsz ember egy kis benzinbeleket. Az arusai út elvezet Afrika teteje a Kilimandzsáró alatt. Tanzánia második óriás vulkánja a Meru-hegy lábánál van, dr. Nagy Endre afrikai rezidenciája. A sietős turisták az ő messzeföldön híres állatparkjában ismerkedhetnek meg Kelet-Afrika állatvilágával. Január lévén a gazda itthon volt. Régi ismerősként üdvözölt bennünket. Nagy Endre már hazakészülődik Magyarországra. Afrikai életének emlékeit, trófeáit, könyveit, néprajzi gyűjteményét hamarosan útnak indítja, immáron véglegesnek tekintett otthonába. Teleki Sámuel naplójából tudjuk, hogy amikor ezen a vidéken járt, erdélyi birtokairól származó malomfalvi bort vitt magával. Erdélyi utunk során mi is beszereztünk malomfalvi bort, és ezzel köszöntöttük fel a házigazdát. A Meru-hegy túloldalán, Arusa városának peremén, egy árnyékos ligettel körülvett házban él Nagy Endre leánya, Diana asszony. Az ő kertje lett expedíciónk főbázisa. Konténerünk is ide érkezett Dar es Salaamból. Diana asszony, amellett, hogy helyet adott nekünk, vállalta adminisztratív teendőink ellátását, telefon és telex üzeneteink bonyolítását, és hozzáérkeztek leveleink is otthonról. Hát én is. Hogy semmi is. Igen, és akkor én szóltam apukának, hogy de én válaszoltam, és én nem hallottam se. Itt készültünk fel Kelet-Afrika különböző tájaira tett kutató útjainkra, és ide érkeztünk vissza azok végeztével. Az Arusában töltött napok mindegyike a konténer újbóli és újbóli átpakolásával telt. Nyolc január közepén a három kocsi és legénysége megkezdte a Magyar Tudományos Afrika expedíciót. Thank you.
Etiópiától Mozambikig hatalmas hasadékrendszer húzódik át Afrikán enyhe ívben. Közepe táján ketté is ágazik. A törésvonal mentén helyenként 1000-1200 méteres völgyek formálódtak ki, melynek partjai lassan, de biztosan évente néhány milliméterrel távolodnak egymástól. A felszakadás mentén elvékonyodik a földkéreg. Vulkánok törnek a felszínre, gyakoriak a földrengések. Szemünk előtt szakad le Kelet-Afrika a kontinens többi részéről. Az ős kontinens a Gondwana feldarabolódása, részeinek szétsodródása 300 millió évvel ezelőtt kezdődött, és mint láthatjuk, ma is tart. A hasadékrendszer a nemzetközi földrajzi irodalomban angol nevén ismert. Rift Valley-nek hívják. Nevét John Walter Gregory skót geológustól kapta, aki 5 évvel teleki expedíciója után tett utazást Kelet-Afrikában. Ő ismerte fel, hogy a két oldalán meredek falakkal szegélyezett völgysorozat egységes rendszert képez. A Rift Valley keletkezésének földtani magyarázatát csupán az utóbbi 2 évtized oldotta meg. Lényegében arról van szó, hogy az árokrendszer alatt a földkéreg mélyebb, izzó állapotú része az átlagosnál magasabb helyzetbe nyomul. Ezzel megemeli a Kelet-Afrikát alkotó ősi kristályos kőzeteket, másrészt azokat jobbra és balra szétfeszíti. A völgyfenékről feltört vulkánok közül a Rift Valley keleti ágában az Oldonyo Lengai mutat aktivitást napjainkban is. A hegylejtőjét fiatal hamuszórások alkotják, bőven megspékelve keményebb kövekkel, vulkáni bombákkal, amelyekkel a hevesebb kitörések szórják meg a környéket. A Rift Valley-nek ezt a szakaszát a ma is nomád Maasai nép lakja. A Maasaik istenként tisztelik a hasadékvölgy nyugati pereméhez egészen közeli Oldonyo Lengait. Ez a név isteni hegyet jelent. A völgy aljáról mintegy 600 méteres tengerszint feletti magasságból nyúlik fel, kis híján 3000 méter magasban. A vulkán nyugati oldalát választjuk. Itt lehet a legtovább árnyékban maradni. A tempós kapaszkodást délelőtt 10 óra után a kráter csúcs mögül előbukkanó trópusi nap lelassítja. A kráter pereme alatt a lejtő már szinte csak 4 kézláb járható, hajlása eléri a 45 fokot. Alattunk több mint 2000 méteres mélység. A kráter pereme töredezett, a repedéseken gőz tör fel. Az egyébként rendkívül száraz helyen ez a vízgőz szép virágoknak teremt életlehetőséget. A dökkesejű talán reménykedik valamiben, hogy ilyen magasba utánunk repült. Ez valami fantasztikus, oda néz. A majdnem szabályos kör alakú kráter méréseink szerint jelenleg 91 méter. Alját a legutolsó 1983-as kitörés után megszilárdult lávakéreg darabok alkotják. Üvegszerűen recsegnek a lépések alatt. Az ember önkéntelenül is úgy jár rajta, mint a vékony jégen. A lávadarabok széleit vastag sóbevonat keretezi. Ez a porcukor állagú anyag igen jellemző erre a vulkánra. Az itt feltörő gőzök már magas kéntartalmúak, a kicsapódott kénvirág sárgára színezi környezetét. A
kráter közepén, ott a pokolkatlan. Az üstben ugyanaz a nátrium hidrokarbonát fortyog, amelyet az előbb hófehér kristály alakban láthattunk. A rettenetes hőség miatt csak pillanatokra bírunk megállni a partján. Amikor a katlan néha megtelik, oldalt kifolyik belőle a fölösleg. A kővé szilárduló anyagból itt lehet mintát venni. A 8 órás kapaszkodás, a több órás mintavétel, fényképezés, mérés után a kövekkel telt hátizsákokkal még 2000 métert kell lemászni az autóig. S hogy a nap jól fejeződjön be, a hegylábánál az autó úgy becsúszott egy vízmosásba, hogy magától nem volt képes kikecmeregni. A meglehetősen elbillent helyzetű Toyotában töltött éjszakán még az ablakokat is fel kellett húzni, mert a gyérfűvő szavanna állatai ott kóboroltak körülöttünk. Oroszlánt nem láttunk, de hallottunk. Kenya északi tartományai felé haladva elérjük a civilizáció határát. A Samburu nép által lakott Baragoi településen a gyarmati időkben volt benzinkút. A nyomai ma is megvannak, de aki arra számít, hogy itt üzemanyaghoz jut, keservesen csalódik. Ide mindent messzebbről kell hozni, és észak felé tovább haladva már nincs olyan település, ahol bármihez is hozzá lehetne jutni. Szerencsére előrelátóak voltunk, minden lehetséges edény tele üzemanyaggal és ivóvízzel. Az árokrendszer legalacsonyabb részén gyűlt össze Teleki legnagyobb fölfedezésének, a Rudolf-tónak a vize. Déli végén a magasból kiválóan látszik az erőteljes vulkáni tevékenység. Harun Taciev, a híres vulkanológus írta erre felített kutatóútja után, hogy a Rudolf-tó déli végénél fehér ember másfél napnál tovább nem bírja ki. A Magyar Tudományos Afrika Expedíció 6 napot volt kénytelen itt eltölteni, hogy a kutatási programban előírt feladatait elvégezhesse. A Rudolf-tó vize sós, inni nemigen ajánlatos belőle, és hát fürödni sem a legbiztonságosabb. A tópartján az erős szél miatt sátrat verni szinte lehetetlen. A tábor fölé magasodó Nabujaton nevű vulkáni hamugyűrű, a környéken lakó Turkana nép szent hegye. A turkánákról kapta új, afrikai nevét a Rudolf-tó. Vízéből több vulkáni sziget emelkedik ki. A Nabujaton formái rendkívül épek, fiatalosak. Igen meredek salakrejtői vannak. Ez is a szinte teljes csapadék hiányra utal, nem tud lepusztulni. A tábortól mintegy 6 kilométerre feketéllik a mindössze 640 méter magas Teleki vulkán. Út nélkül, ösvény nélkül ez a 6 kilométer, maga a pokol. Már a felkelő nap is olyan erővel tűz, hogy nehéz kibírni. Egyes kutatók vagy turisták néha repülőgéppel próbálkoznak a vulkánhoz jutni. Az orkánszerű, állandó, forró szélben ez nem veszélytelen.
elviselni ezt. A teleki vulkán láva folyásait elérve még rosszabb a helyzet. A koromfekete, fonatosan összegyűrődve megszilárdult láva alulról is fűt. Hőnel megfigyeléseit a működő vulkánról elég sokan kétségbe vonták a kortársak közül. Az akkoriban elfogadott nézet szerint ugyanis vulkánok csak tengerpart közelében keletkezhettek. A teleki vulkán pedig legalább 700 kilométerre van a legközelebbi tengerparttól. 1898-ban egy Cavendish nevű angol utazó arra a következtetésre jutott, hogy a teleki vulkán elsüllyedt, eltűnt, vagy soha nem is létezett. Ez került be aztán az Enciklopédia Britannicába is. 1933-ban a szintén angol Champion minden kétséget kizáróan megtalálta, feltérképezte és le is fényképezte. Harun Taciev 1953-ban vezetett expedíciót erre. Felületes benyomások alapján ismét csak kétségbe vonta, hogy a vulkán 1888-ban működhetett. Ezek után érthető, hogy a magyar expedíció miért fordított olyan nagy figyelmet és 6 napot a vulkán tanulmányozására. A hazavitt kőzet és növénymintákból a mai laboratóriumi körülmények között megállapítható a kitörések kora. Nem lehet itt vulkán működni, hogyha ilyen megbolondult egy kicsit az iránytű. A fölfedezés centenáriumán 1988. március 6-án a teleki vulkán tetején mindenki elfeledkezett a melegről, a fáradtságról és a szomjúságról. Az enyhe kénhidrogén illatban lengedező magyar zászló látványa kárpótolt mindenért. A kenyaiaknak nem volt kifogásuk ez ellen, hiszen teleki vállalkozását hazájuk szempontjából jelentősnek értékelik ma is. A teleki vulkán elnevezés megmarad a térképeken. A vulkán tetejéről szép panoráma nyílik a Rudolf-tóra. A nagy hasadékvölgy alján összegyűlt vízzel sorozatunk következő részében ismerkedhetünk meg. Az előző filmünkben megismert árokrendszer két ága elnyúlt barázdaként húzódik az afrikai kontinens keleti részének hosszában. A hasadékvölgyben kisebb-nagyobb tavak sorakoznak, mint gyöngyök a nyakláncon. A szárazabb éghajlatú, jobban kiemelkedő aljú keleti ágban kisebbek, sekélyebbek a tavak. A nyugati ág a kongói medence szomszédságában sokkal csapadékosabb. Itt találhatóak a nagyobbak és a mélyebbek. Észak felé tovább haladva egyre nagyobb a szárazság. A Szoguta völgyben már csak időszakos tóval találkozhatunk. Ettől északra található a Rift Valley keleti ágának legnagyobb tava, a teleki által 100 évvel ezelőtt Rudolfnak keresztelt tó. Március 5-én délután 1 óra 22 perckor pillantotta meg a karaván élén haladó gróf. Másnap érték csak el a partot. A sivatagi vándorlás után elképzelhető az a csalódottság, amelyet a sós, szappanízű vizet megkóstolva éreztek. Március 6-ára a hivatalos centenáriumra több expedíció is felkereste a magyar tudományos Afrika expedíció táborát.
minden érdekelt nemzet eljött ünnepelni. Egy tevés csapat élén megérkezett Ziegel doktor, Ausztria Nairobi nagykövete kíséretében Liptai Wagner Sándor, hazánk hivatalos képviselője. Egy angol csoportot az a John Millard vezetett, aki a teleki expedíció 50 éves évfordulóján már kutatott erre. Jött 8 angol katona, érkezett kenyai delegáció, elhangzottak himnuszok és díszbeszédek, ahogy egy ilyen jeles ünnepen dukál. A hangulat pátoszát az orkán erejű forró szél sem tudta megtépázni. A centenáriumi emléksorokat és aláírásokat a Rudolf-tó keleti partjának egyetlen nagyobb települése Loyangalani katolikus missziójára bíztuk. A szerzetesek és apácák segítettek igencsak megcsappant üzemanyagkészletünk feltöltésében a sajátjukból. Az afrikai árokrendszernek ez a része valaha jóval nedvesebb, dús vegetációjú lehetett. Ezt tanúsítja a tóparti Sibiloi Nemzeti Park területén feltárt, megkövesedett erdő. Egy vulkáni kitörés hamuja temette el a fákat. Az utóműködések során feltörő kovasavas oldatok sejtről sejtre átitatták a betemetett törzseket, kővé változtatva azokat. A fák szerkezete, struktúrája olyannyira élőnek hat, hogy csak akkor hiszi el az ember, hogy ez kő, ha megkocogtatja. A növényvilág mellett az ősi állatvilág nyomai is megtalálhatóak. A ma élő afrikai állatok őseinek csontjait egy szintén vulkáni hamuval eltemetett egykori itatóhelyen tárták fel. A Rudolf-tó a legalacsonyabban fekvő víztükör az árokrendszerben. Tengerszint feletti magassága 365 méter, de ez erősen változik napjainkban is. Teleki meglátásai szerint... Nemrég alacsonyabb lehetett a vízszint, mert a part közelben nagyszámú fák látszanak, amelyek most mélyen a tóban vannak. Az 1888-tól 1970-ig végzett alkalomszerű megfigyelések szerint a mainál 15 méterrel magasabban, illetve 4 méterrel lejjebb is lehetett a tó vízszintje. A mai szinttől 80 méterrel magasabban is találhatók kagylók és egyéb vízi élőlények maradványai, tehát a víz valaha idáig érhetett. Ha pedig ez így volt, akkor a Rudolf-tó lefolyással bírt a Nílus vízrendszere felé. A kutatás eredményeként bizonyítható, hogy ez az utóbbi 10 000 év alatt háromszor is előfordult. Ilyenkor valószínűleg kiédesedett, hogy a vízszint csökkenésével újra sóssá váljon a víz. A több mint 300 kilométer hosszú tó sótartalma erősen változó. Délen ihatatlan, de északon, ahol a meglehetősen bővízű Omo folyó torkollik bele, ott édes. Az egykori hullámverés, partmosás most is kiválóan észlelhető a szárazra került partokon, a színlőkön. Egy űrfelvétel tanúsága szerint Teleki másik nagy felfedezését, a Stefánia tavat egy folyómeder kötötte össze a Rudolffal. A két tó között a szintkülönbség jó 300 méter, tehát a csapadékosabb ősi időkben a Stefánia víze a Rudolfba, innen a Nílusba kerülhetett. A Stefánia tó ma is világvégi helynek számít. Aki ide el akar jutni, annak a jó autón, elég üzemanyagon, ivóvizen kívül még szerencsére is szüksége van. Az expedíció táborhelyétől még éjjel el kell indulni, mert a tavat nehéz megtalálni. Út nem vezet hozzá. A Stefánia és a Rudolf közötti lefolyás medre egész jól követhető.
Az árokrendszer szélesedésével járó földkéregmozgások egy helyen elrekesztették. Egy völgyi vízzáró emelkedett ki. A kis határőr állomáson kíséretet kapunk. A katonáknak fogalmuk sincs, hol a határ, és a Stefánia-tóról is csak hallottak eddig. Amikor Teleki 1888. április 19-én felfedezte, még talált vizet. Halott, sós vizet néhány decimétert. 1989-ben már ennyi sem volt benne. A katonák gyerekes örömmel fényképeztetik magukat az őrizetükre bízott nyílegyenes határvonalon. Valószínű, hogy a tóban már akkor sem volt víz, amikor ezeket a határjeleket ide tették. A Föld klimatikus változásának következtében egyre magasabb lesz a hőmérséklet, sajnos van esélye annak, hogy az afrikai árokrendszer többi tava is hasonló sorsra jut. És ez a pocsolya? Olyan, mint piciben a Stefánia-tó. Ilyen volt a tó, és hát ennek a picinek is ez lesz a sorsa, amilyen a nagynak. Itt van a végében egy kis hordalékúp, arra volt a kifolyása, és fokozatosan szárad ki. Innen is vigyünk haza egy kis talajmintát, Dogi. Megismerkedtünk a nagy afrikai árokrendszerrel, az azt létrehozó tűzzel és a benne lévő vízzel. Sorozatunk következő részében azzal a földdel fogunk ismerkedni, amelyet ez a törésvonal ketté oszt. Általában úgy tartják, hogy egy kontinens a víz és a szárazföld határán kezdődik. Van azonban egy olyan sáv, amely tulajdonképpen sem ide, sem oda nem tartozik, mert hol elönti a dagály, hol szárazra kerül a pálykor. Ebben az övezetben találja meg létföltételeit Afrika legalsó szintjének, ha úgy tetszik, a szuterénnek jellegzetes növénye, a mangrove. Nincs több olyan hegy bolygónkon, amely ennyire egy kontinens jelképévé vált volna, mint Afrika fénylőhegye, a Kilimandzsáró. Az űrfelvételeken színükben is jól elkülöníthetők különböző magasságú emeletei. A környezetére oly jellemző száraz szavannából a Csagga nép által intenzíven művelt és öntözött hegyláb emelkedik ki. Az esőerdő övezet alsó széle egyben a Kilimandzsáró Nemzeti Park határa is. Aki Afrika tetejének meghódítására indul, annak itt kell felkészülnie, és itt kell kemény dollárokat befizetnie az engedélyért, emellett előírásszerűen teherhordókat fogadni. A Nemzeti Park bejáratánál áll Hans Meyer bronztáblája. A német utazó jutott fel először a Kilimandzsáró legtetejére, a Kibóra. A többi óriás vulkánon megismert emeletek egyik szintje, az erdőövezetet követő bambuszóna itt hiányzik. Ennek oka a Kilimandzsáró relatív csapadékszegénysége.
A már korábban megismert hanga övezet a Kilimandzsárón jóval szélesebb, mint máshol. Expedíciónk másfél hetet szándékozik a hegyen tölteni. A kutatóműszerek, a felszerelés és az élelmiszer sok teherhordónak ad munkát. Az a bizonyos relatív csapadékszegénység minden délután szépen megáztat minket. A hanga övezet felső részén elterülő virágos kertet Teleki naplójában egy erdélyi sírkert virág kavalkádjához hasonlította. E színpompás növények közül nem egy nálunk dísznövényként ismert. ...3500 méter fölött a jól ismert lobéliák itteni változatai nyúlnak fölfelé. A hegy két nagy csúcsa a Kibó és a Mauenzi közötti terület legszebb és leginkább látványos növénye, az oszlopszerű aggófű, a Senecio johnstoni. Fontos jellemzője, hogy az elszáradt levelek nem hullanak le, mint egy bundaként védik az éjjeli 20 fokos hidegtől a növény élő részeit. Sajnos a turisták kedvenc szokása a száraz leveleket emlékbe elvinni, netán eltüzelni. Ez a 100-150 éves növények fagyhalálát jelenti. A Kilimandzsáró turisták által járt útvonalán a táborhelyek napi járóföldre követik egymást. A Horombó tábornál csapatunk két felé oszlik. Egyik fele a Kilimandzsáró kisebbik csúcsa irányába indul. A Mauenzi sok tekintetben rokon a Kenya hegyel. A Mauenzi tengerszem közelében a fagy jelenségeket kutatjuk. 4000 méter fölött a havasi zónában nappal néha 40 fokos nyár van, éjszakánként mínusz 20-25 fokos tél. A fagysivatag uralja ezt az emeletet. A rendkívül vékony talajt az éjszakai fagy jégtüskékkel lazítja, és amikor nappal ezek elolvadnak, valóságos sárgleccserek indulnak lefelé. Ezen a szélsőséges klímán fedezett fel az expedíció zoológusa egy eddig ismeretlen lepkefajt. A csapat másik fele a Kilimandzsáró központi krátere a Kibó irányába indul. 4300 méteren az utolsó forrásnál találkozunk a csíkos csízzel. Ki hinné, hogy ebben a légritka magasságban élnek még madarak? Kilimandzsáró, 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 limamre fuszanám. Kilimandzsáró, 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 Kilimandzsáró. 4500 méter fölött igen erős ultraíboly a sugárzásnak kitéve él a hegy egyik legmagasabban termő növénye, a nem véletlenül Telekiről elnevezett Senecio. A fagysivatagban ettől a szintől fölfelé magasabb rendű növényt már nemigen találunk. A turista főszezonban a Kibóra vezető ösvény forgalmasabb, mint a nagy körút. Az éjszaka elinduló csoportok hajnal hasadtára érkeznek a kráterperem legmélyebb részére, a Gilman's Pointhoz. Döntő többségük csak idáig jön. Az Uhuru, azaz a Szabadságcsúcs, Afrika legmagasabb pontja, még jó 3 óra út innen. Az ordító szélviharban csak a legelszántabbak vágnak neki. A Kilimandzsárón a legnagyobb eljegesedés idején 3000 méterig nyúlt le a jégtakaró. Állandó jég ma már mindössze 4 négyzetkilométert borít. Visszahúzódása rohamos mértékű. Rockenbauer Pál 12 évvel ezelőtti expedíciója a kráter belsejében még jégoszlop erdőben gyönyörködött. Ma már alig van nyoma ennek. A gleccserek a klimatikus változások miatt folyamatosan hátrálnak.
nem csak alulról, felülről is. A jégnek nincs utánpótlása. Maga az 5895 méteres Uhuru is jégmentes már. Néhány évtized múlva csak a fényképek és Hemingway örökértékű írása idézi, hogy milyen is volt a Kilimandzsáró hava. Sorozatunk következő része Kelet-Afrika állatvilágát mutatja be. Kelet-Afrika első számú különlegessége. Sehol a földön másutt nem létezik akkora vadon élő állattömeg, mint itt. Én akkor lennék a legboldogabb, ha a legutolsó zebra is elpusztulna, mondta egy afrikai államférfi. Az újonnan alakult, függetlenségükre büszke országok nem az állatvilágoktól, hanem civilizációs fejlődésüktől várták a hírnevet. Szerencsére akadt néhány tudós, aki rávezette a politikusokat álláspontjuk megváltoztatására. Megértették, hogy az állatvilág nem csekély bevételt hozhat. Julius Nyerere, Tanzánia egykori elnöke a híressé vált Arusai kiáltványában jelentette ki: ezennel elfogadjuk vadállományunk megőrzésének gondnoki tisztjét. A safari turizmus bevételéből finanszírozni lehet a természetvédelmet. A Serengeti Nemzeti Park, a kelet-afrikai állatvilág fantasztikus tárháza. Majdnem 15 ezer négyzetkilométernyi területén 92 emlős állatfajt és 389 madárfajt írtak le. Itt él Afrika legnagyobb, másfél milliót meghaladó gnu állománya. Életüket a nedvesség utáni vándorlás határozza meg. Május-június folyamán előfordul, hogy 40 kilométer hosszú konvojban vonulnak a gnuk vége láthatatlan sorai. Sok állat elpusztul, amikor folyókon kelnek át. Az óriási tömegben szinte mindentől megriadva, pánikban ugranak a vízbe, és ott egymást valósággal a fenékre tapossák. A felpuffadt gnóhullák messze földről összecsődítik a dögevőket. A kesejük és a marabuk állandóan viaskodnak egymással. A nagyobbak újból és újból elverik a kisebbeket a zsákmánytól. Lakmároznak a foltos hiénák is. Rossz kinézetük, furcsa hangjuk, dögevő mi voltuk miatt nem éppen közkedveltek. Pedig a dögevők nélkül felbomlana a természet egyensúlya. Igen érdekes és nevezetes életmódú ragadozó a vadkutya. Nevezik hiéna kutyának is. Szintén rossz hírű állat, áldozatát eleve nem fajja fel. A Serengeti síkságból jellegzetes sziklaformák, a kopik emelkednek ki. Az eróziótól legömböített gránit szikláknak is megvan a maga állatvilága. A kistermetű, növényevő sziklaborz, bármilyen hihetetlen is, az elefánt közeli rokona. A füves területek legjellegzetesebb állatai a könnyű lábú gazellák. Több mint negyedmillió legel a Serengetiben. A Seronera völgy erdős folyópartja oroszlánjairól híres. A családok általában itt tartózkodnak, hogy az apróságoknak ne kelljen sokat gyalogolniuk az itatóhoz. A Serengetivel közvetlenül összefügg a Ngorongoro kráter védett területe. Ebbe a 20 km átmérőjű, 700 méter mély lavorba kell leereszkednie annak, aki biztosan akar oroszlánt látni. Az etológusok az utóbbi időben kissé megtépázták a királyi állat királyi hírnevét. Ha azt nézzük, hogy melyik állat melyiknek az útjából tér ki, a sorrend így fest. Elefánt, orrszarvú, víziló, kafferbivaj, és csak ezután következik az oroszlán. Ha a szükség úgy hozza, nem restel egerészni, sáskát fogni, sőt, dögöt enni. A Ngorongoro első számú szenzációja, hogy itt bizonyosan találkozhatunk a fekete vagy széles szájú orrszarvúval. Állományát 100 éve még milliókra becsülték, 1970-ben 65 ezerre, 10 év múlva 13 ezerre.
Ma már több él állatkertben, mint szabadon. Ordíszük porrá őrölve, sokak szerint egyébként tévesen, a férfiasságot visszaadó csodaszer. A tülök kilójának csak a felvásárlási ára $2000. Kenya titokzatos északi tartományai még ma is romantikus hangulatúak. Ide már alig jutnak el a turisták, az itt élő nomád népek életmódja nem sokat változott az elmúlt 100 év alatt. Ennek a területnek mintegy a kapujában fekszik Maralal. Maralaltól északra már csak a kalandkeresők indulnak. Most már valóban a világ végén, Kenya északi peremén, a Rudolf-tó partján járunk. Az itt elterülő Sibiloi Nemzeti Parkba az ide látogató az élelmet, az ivóvizet és az üzemanyagot is 500 kilométerről kell hozza. Enyhet az állandó forróságban a Rudolf-tó szappanízű hullámai nyújtanak, de azzal is csak módjával lehet élni. Oda néz! Ott a krokodil! Itt található a világon a legnagyobb krokodil koncentráció. A víz színén mindenütt krokodilok orlikai vagy szemei tűnnek fel. A partokon 4-5 méteres példányok napoznak. A tó mérhetetlen halbősége teszi paradicsommá nagyétkű állatok számára a vidéket. Március 15-e. Hajnal a Rudolf-tó partján. A hőmérséklet 35 fok Celsius feletti, ivóvizünk elfogyott, és egy bűzes pocsolyából próbálunk mindenféle praktikákkal iható folyadékhoz jutni. A vízszűrő betétjéről literenként kell letisztítani a fertőző élő bevonatot. A nemzeti ünnepet hazai ízekkel tesszük emlékezetessé. Egyenes remek. Ananász lekváros. A zoológus még az este kihelyezte rovarcsapdáit a tábort keretező kiszáradt folyómederbe. Az ünnepi hangulatot a varjak hangoskodása zavarta meg, amelyek szemet vetettek a műanyag poharakban összegyűlt rovarokra, nem tudományos célzattal. Végül nem a gyűjtését féltő zoológusnak sikerült elzavarnia őket, hanem egy pár barna kányának, amelyeknek nem tetszett a károgó hangzavar. Az észak-kenyai óriás pusztaság, a csábi sivatag nagy része 100 évvel ezelőtt még vadban bővelkedő szavanna volt. A klimatikus viszonyok változása, a sivatag terjeszkedése egyre kisebb területfoltokra szorította vissza a vadállatokat. A vulkáni kráterek csoportjából álló, környezetéből messze kiemelkedő Marsabit rendre megcsapolja az átvonuló felhőket, paradicsomi állapotokat teremtve az élővilág számára. Az itt élő 74 féle emlős közül az elefánt állomány a legnevezetesebb. Némelyik öreg bika agyara a földig leér. Súlyuk darabonként az 50 kilót is eléri. Egyesek szerint az utolsó elefánt már megszületett, de azért még nem számít Kelet-Afrika ritka vadjai közé. A legnagyobb a Kenyában úgynevezett elnöki védelem alatt állnak, így próbálják elejét venni, hogy a vadorzók kilőjék őket. Az ilyenek elejtéséért halálbüntetés jár. Az oroszlán, mint tudjuk, kitér az elefánt útjából, de a fiatal borjakat nem vetné meg. Oroszlán szagot érezve a csapatból kiválik néhány idősebb példány, és őrséget állva fedezi az elvonulást. Nagyobb veszély esetén a csorda körülfogja a borjakat, égtelen trombitálásba kezd, ami mindig visszavonulásra készteti az ellenséget. Az elefántok elmentek. A nyomuk ott maradt. Ennek a nyomnak azonnal lakói támadnak, s a lakóknak kutatójuk. Az elefántrágya feldolgozása az egyik kedvelt időtöltése a Szent Scarabeusnak, prózai magyar nevén a ganajtúró bogárnak. A Marsabit vadállománya erősen csökken. Mint a környék egyetlen lakható és művelhető helyén egyre több ember él, egyre nagyobb területen szántják fel a földet. A természetvédelmi területet nemrég csökkentették a harmadával. A védett területek ilyen fogyatkozása sajnos egyre gyakoribb Kenyában.
A sivatagon ismét átkelve a Guassonyíró folyó melletti kis Szamburu rezervátumban él Afrika másik zsiráffaja, a szép mintázatú recé zsiráf. Az Európában ismert gyöngytyúkok vadon élő ősei képezték 100 éve teleki expedíciójának egyik fő élelemforrását. A fák majd mindegyikén a szövőmadarak fészkei díszlenek. Közeledik az esős évszak, az itteni tavasz. Az arany szövőmadár hím a párját vélte felfedezni a tükörben. A kenyai nemzeti parkok közül az Amboseli a legismertebb. Azok az afrikai fölvételek, képes levelezőlapok, amelyek figyelő, legelésző állatokat ábrázolnak háttérben a jégsapkás Kilimandzsáróval, egytől egyig itt készültek. Az esős évszak velünk együtt érkezett az Amboselibe. A hatalmas felhőszakadások nyomán az utak folyókká alakultak, s ha a víz levonult is, nyomában ott maradt a kenőcs állagú vörös iszap. Az ebbe ragadt autó kiszabadítása nem tartozik a kellemes időtöltések közé. Siessünk, besötétedik. Az Amboseli területileg a kisebbek közé tartozik. Állatsűrűsége viszont igen nagy. Könnyen meg lehet, hogy az ide látogatókat a táborhelyen reggeli toalettjük közben egy zsiráf lesi meg. Kenya leghatalmasabb nemzeti parkja, a Kishián 21.000 négyzetkilométeres Tsavo. Az ötöd magyarországnyi park minden tekintetben a legnagyobb Kelet-Afrikában. A mindig bővízű Nzima forrás kellemes vízilófürdőt táplál. A 2-3 tonnás állatok röfögésszerű hangja megkérdőjelezi lómi voltukat, s valóban inkább a sertésekkel állnak rokonságban. Kicsinyeiket igen gondosan körülfogják, hiszen a parton krokodilok napoznak, és hát nem vetik meg a víziló bébi húsát. A koronás daru Kelet-Afrika egyik jelképe, Ugandában a nemzeti címerbe is bekerült. Eltérően az európai darutól nem egy vándortípus. Ruanda egy igen kis területű és túlnépesedett mezőgazdasági ország, ahol minden művelhető négyzetmétert hasznosítanak. Hogy területének mégis egyötöde fás szavanna és állatokban bővelkedő nemzeti park, annak egy bizonyos állat az oka. Ez az állat az álomkor bacillusát terjesztő cecelégy, amely kiirthatatlan erről a vidékről, és igen keményen csíp. A Kagera Nemzeti Parkban folyó kutatások egyik vezetője magyar. Hol nincsenek magyarok? Az afrikai antilopok közül a legszélesebben elterjedt és legszebb faj az impala. Mindkét nem szarvat visel, ám a nőstényeké szemmel láthatóan csökevényesebb. Fejdíszükkel bátran védekeznek a kisebb ragadozók ellen. A Tanganyika tó partján a Gombe Stream rezervátum a Kelet-Afrikában egyedül csak itt fellelhető csimpánzok védelmére létesült. Csimpánznak nyoma sincs, annál több viszont a pávián. A halászoktól elhagyott kunyhókat a szószoros értelmében birtokba vették. A tetőre őröket állítottak, a félhomályos szobákban anyák gondozzák kicsinyeiket, mint a benderlogok a dzsungel könyvében. A tópartig érő félhomályos őserdő ad otthont a csimpánzoknak. Korábban egy pusztító járvány majdnem teljesen kiirtotta a Gombe Stream állományát, és Nyugat-Afrikában sincs már sok belőlük. Valószínű, hogy ebből az emberhez a legközelebb állónak tartott főemlősből is több van már az állatkertekben, mint szabadon. Ruanda másik, féltve őrzött természeti kincse a Vulkánok Nemzeti Parkjában található. A nagy hasadékvölgy nyugati ágának peremén rejti az őserdő a másik afrikai főemlőst,
a hegyi gorillát. A 250-300 példányra becsült hegyi gorillák nagy része itt, kisebb része Zaire-ban és Ugandában él. Megtalálni igen nehéz őket. Egy-egy gorilla család 10-12 példányból áll, különböző korú gyermekekből és szüleikből. Az idősebbek háta fehér színű. Általában délelőtt sziesztáznak, játszanak, heverésznek, egymás bundáját tisztogatják. Nagyon békés, növényevő állatok, csak a horrorfilmekben fordul elő vérszomjas, agresszív gorilla. A Kivutó nyugati partján, immár talán nem is Kelet-Afrikában, hanem a híres kongói dzsungelben, a Kahuzi Biega Nemzeti Parkban keressük a másik gorillafajt, a síkvidéki gorillát. A bozótvágókéssel felszerelt nemzeti park alkalmazottak csak nagy nehezen tudnak utat vágni a sűrűben. A névjegye már megvan. Kísérőnk szerint ez a nyom friss, tehát nem lehetnek messze. Hamarosan rá is találunk a békésen pihenő öreg ezüst hátúra. Ebben a nemzeti parkban a szakemberek 223 gorilláról tudnak. A családok hosszú ideig elélnek együtt, csak az abszolút tekintélyű ezüst hátú halála után bomlanak fel. A síkvidéki gorilla szigorú védelem alatt áll. Egyébként védelem ide vagy oda, nekünk is felajánlottak egy gorilla bébit. A gorillákat csak az fogja megmenteni a kipusztulástól, ha nem lesz majd, aki megvásárolja őket. A fényképezés elleni mozdulat szinte emberi. Az igazi afrikai emberekről következő filmünkben lesz szó. Afrika, zene, tánc. A fogalmak egymástól elválaszthatatlanok. Az afrikai emberek életörömmel teli kultúrája mindig borzongatóan egzotikus és vonzó volt az európaiak számára. Az most is. Ám bár tudjuk, a giriama táncosok most csak a turistáknak produkálják magukat. Az emberiség bölcsője Afrikában, és ott is a nagy hasadékvölgy környékén ringott. A Szerengeti síkság peremén az olduvai szakadékból 1959-ben került elő az a lelet, amely az ember származása és előtörténete kutatásában korszakot nyitott. Egy 1 millió 750 ezer éves előember maradvány. Sok százezer éves növényi és állati maradványokat tárnak fel a hasadékvölgy északabbi részén, a Rudolf-tó partján. A kubi-forai ásatások hozták felszínre az eddig ismert legrégebbi, 2,5 millió éves előembert. A magasabb talajrétegekben későbbi korok ősember maradványait is megtalálták. A világvégi kis múzeumban egy korabeli idillt is rekonstruált a kutatásokat irányító Leakey család. A Rudolf-tó déli végén, a Teleki vulkán tövében egy ma is nomadizáló nílusi nyelvű nép, a turkálák szálláshelyét látogatjuk meg. 100 éve még csak a Rudolf nyugati oldalán éltek, ma már kezdik körüllakni az egész tavat. Életmódjukból következik, hogy ingóságaik a lehető legszűkebb körre, egy ember által is cipelhető mennyiségre szorítkoznak. A 20. század néhány eldobott konzervdoboz formájában jelentkezik, valamint abban, hogy ékszereik alapanyagát, a színes gyöngyöket leginkább Csehszlovákiában gyártják. Köszönöm,
A telekiek által annyira megcsodált, agyaggal és zsírral tapasztott férfi frizura ma is divatos. Hogy a hajköltemény éjjel ne sérüljön, fejtámaszon alszanak. Kelet-Afrika legnagyobb részét a kongói medence felől érkező bantu földművesek alakították át termőtájjá. Munkájuk az őserdő irtásával kezdődött. Az égetéssel megtisztított területen 5-6 évig lehetett termelni. A kimerülő földet parlagon hagyták, mellette létesítettek újabb ültetvényt. Fejszével és kapával nyomultak előre, hegyről hegyre, amíg az első évezredre elérték az Indiai óceánt. A Fénylőhegy, a Kilimandzsáró szoknyáját lakó csaggák a 18. században egységesültek egy néppé. A dúsan termő hegyláb sűrűn lakó népességet tud eltartani. Kisebb-nagyobb államai a német hódításig egymástól függetlenek voltak. A múlt század második felében keresztény misszionáriusok építették ezt a házat az egyik csagga főnöknek. A tornácon lévő nagykádból, Bombéval, az afrikai népek kedvelt, erjesztett italával látta vendégül alattvalóit a tulajdonos. A sírkereszt a misszionáriusok tevékenységének eredménye. Az viszont, hogy a sír a lakóház udvarán van, afrikai hagyomány. A csaggák ügyes díszítőművészek. A kiszárított tökből merőkanál készül. A felhasznált gyöngyök szintén csehszlovákiaiak. A falusi kocsmában csak pombe kapható. Alkohol tartalmának megismeréséhez több litert kéne inni. A csaggák gazdálkodásának alapja a százados múltú, bonyolult csatornarendszer, amely szigorúan számon tartott időközönként minden gazda földjére eljuttatja a szükséges mennyiségű vizet a hegyi patakokból. Legalul teremnek a zöldségfélék, fölöttük bokrosodik a kávécserje, ezt árnyékolja a banánfa. A kávét elviszik messze földre. A zöldség és a banán a piacra kerül, a kézművesek munkáival együtt. Kibosó faluban hetente háromszor van piac. A piac tér szélén áll egy csagga csodadoktor, az öreg Massave háza. Éppen egy kislány fogait tisztítja. Massave nem csak ehhez ért. Naív bájú fa és kőszobrai messzeföldön híresek. Keze sohasem áll meg, s foradás közben azt is elmeséli, hogy nemzetsége egyenesen a Kilimandzsáró tetejéről pottyant ide, Kibosóba. Az afrikai államok igen büszkék függetlenségükre és szuverenitásukra. Ez sokszor abban is kifejeződik, hogy rendkívül komolyan veszik országhatáraikat. Ebből kifolyólag néha majd egész napig tart, amíg át lehet kelni rajtuk. A földművelésen alapuló társadalmi fejlődés igen magas fokára jutottak a bantu nyelvű népek a két afrikai törpeállamban, Ruandában és Burundiban. Kézművesek más népcsoportokból is kikerülnek, például az itt őslakosnak számító apró termetű tuákból. A piac mindenütt igazi paradicsom a néprajzkutató számára. Ezek a kis államok sok szállal kötődnek a világpiachoz. Fő exporttermékük a tea és a kávé nagy területű ültetvényeken terem.
Az időszámításunk kezdetének táján itt letelepedő hutuk a századok során fejlett mezőgazdasági kultúrát hoztak létre. Földjeik a meredek hegyoldalakra is felkapaszkodnak, minden négyzetmétert megművelnek. A hutukat a 13. században északról jött nélusi nyelvű pásztornép, a tusszik igázták le. Jól lehet, a hutuk és a tusszik mindkét államban ma már azonos nyelven beszélnek, etnikai tudatukat megőrizték. A múlt öröksége a feszültség közöttük, és ez nem egyszer vérengzésekhez vezetett. Burundi székhelye Bujumbura, a Tanganyika tó partján. A kisváros nem áll ellen semmilyen hatásnak, ami fejlődést hoz számára, érkezzék az keletről vagy nyugatról. Ruanda fővárosa a hegytetőn épült Kigali. A piaci kínálat bármely európai városban megállná a helyét. A vendéglőben kedvelt csemege a brochette, a nyárson sült kecskehús. Nem is rossz az a kecskehús. Nem is sose ettem, de nagyon finom. Igen, ez egy kicsit meleg. A mellé szervírozott sör szintén ruandai termék. A Mützig sörgyár a Kivutó partján épült. A világszínvonalú sörgyár alatt egy darab fából kivájt bödönhajóval járnak a vízre a halászok. Szögből hajlított horgot használnak, melynek mélységét nem szabályozzák. Halat azért fognak. Az indiai óceán parti sávja a születési helye, az afrikai bantu és a tengeren túli, főleg arab hatásokból ötvöződött, egyedülálló szuahéli városi kultúrának. Ennek tipikus színtere a híres fűszersziget, a szegfűszeg illatú Zanzibar. A szűk utcájú belváros tengerparti részét a régi arab erőd őrzi. Bejáratának díszítése a szuahéli művészet jeles darabja. A csodák házának nevezett szultáni palota 1841 után épült, amikor az ománi szultán Zanzibárba helyezte át székhelyét. A város gyakran volt kiinduló pontja az Afrika belsejét felkutatni induló karavánoknak. Teleki Sámuel gróf is innen indult útjára 100 éve. Az uralkodó Said Bargash szultán alattvalóit delegálta az expedíció teherhordóinak. A tengerparti szuahéli városállamok füzére Szomáliától Mozambikig húzódott. A Zanzibárral szemközti Pangani városka nem tartozott az önálló városok közé, általában a zanzibári szultán birtoka volt, mint karaván végállomás. Szuahéli kereskedők megtelepedtek Afrika belsejében is, általában a karavánutak mentén és végpontjain. A nyelv általánossá vált egész Kelet-Afrikában, sőt, ma már Nyugat-Afrikában is terjed. A szuahélik által használt jellegzetes vitorlás, a dau, a Victoria tavon is megjelent. Kelet-Afrika első európai gyarmatosítói a portugálok voltak. Ők építették a Mombasa városát őrző Jézus erődöt. Később a zanzibári szultánok birtoka lett, és visszaszerezte afrikai jellegét. Majd a németek próbálkoztak. Gyarmatosító szerepük már a múltba vész, mert ma igen népszerűek Mombassában. Az angolok ágyukkal vették meg a várost. Az agyarkapu már egy királyi látogatás díszlete volt. A Kilimandzsáró környékén a németek és az angolok nyílegyenes vonalakkal választották el az általuk meghódított földeket. Az első világháború idején a két ország katonái itt is nagy csatákat vívtak. A győztes angolok egész Kelet-Afrikát meghódították.
Sokak szerint a hatalmas méretű vasút építéseknek köszönheti Kenya, hogy mint ország létrejött. 100 éve Nairobi csak egy hidegvízű patak volt. Kellemes klímája és a vasút miatt az angolok ide építették Kenya fővárosát. A függetlenség kikiáltása óta a város és az ország töretlenül fejlődik. Ma Nairobi az egyik legszebb modern város Afrikában. Ez sokban köszönhető a független Kenya alapítójának, nagy öregjének, Kenyatta egykori elnöknek. A gyarmatosítók távozásával ma már afrikaiak lakják a modern belvárosokat is. De a külvárosok afrikai negyed elnevezése ma is él. A modern világváros toronyházainak szinte a tövében vadállatok sétálnak. Alig néhány órányi autózással több évszázadot mehetünk vissza a kultúra történetében. Itt kezdődik el a Maszai föld óriás területe, ahol mintegy 200 ezer nomád vándorol. A harcosok igencsak cifralegények. Marhát, szamarat, juhot, kecskét tartanak, méghozzá igen sokat. A világról alkotott elképzeléseik szerint minden marha őket illeti. Emiatt állandóan növelik állataik számát. Szálláshelyeik egy, két, esetleg több évre épülnek. Az akáciatüske kerítést még a nagyvadak is respektálják. A külső körben épülnek a karóvázas, trágya és agyag keverékével betapasztott házak. A belső körben éjszakáznak az állatok. Egy településen egy család lakik. Ez az apából, feleségeiből, házas fiaiból és annak feleségeiből, kisgyermekeiből áll. A kislányokat apró sebek ejtésével tetoválják. Ékszernek minden anyagot felhasználnak, akár a sörös dobozok tépőgyűrűjét is. A maszaik fegyvereiket ma már a városokban szerzik be. Északi rokonaik, a Kenyában élő szamburuk még ma is gyártják a dártákat. A szamburu kovácsok messze földön híresek. Régebben maguk olvasztották a vasat a környéken bőven megtalálható gyepvasércből. Ma viszont már az utakon sok az autóroncs, és hát az jobb nyersanyag. Az izzításhoz használt faszenet maguk égetik alig fél méter magas bokságban. A kalapács gyaníthatóan egy törött féltengely. Ha az újabb társadalmi és kulturális gazdagodásból kiesni látszanak a hagyományőrző pásztornépek, még inkább elmondható ez a vadászok és gyűjtögetők apróbb csoportjairól. Zairban a nyiragongó alatt csak jól megfizetett helyi vezető kíséretében lehet megtalálni egy pigmeus csoportot. Pár éve csak, hogy letelepedtek itt és földet művelnek. A környékbeliek segítsége nélkül még nem sokra jutnának. Ma is tartják a régi szokást, hogy tüzet nem gyújtanak, csak a meglévőt őrzik. Az egyik tüzet a falufőnök, a másikat pedig a falu dohányzó embere. Házaik alakja most változik. A nyújtott, félgömb alakú kunyhókat a szomszédok hatására szögletessel váltják fel. A magukat zairoáknak nevező pigmeusok kiváló zenészek. Kérésünkre szívesen játszottak a likimbi nevű pengetős hangszeren. Látogatásunkért kifizetett pénzt azonnal sietnek a szomszéd falu boltjában sörre váltani. Ott gyufát is lehet kapni, de nem vesznek. Őrzik a tüzet.
Tanzániában, az Uluguru hegységben kapaszkodunk fölfelé. Táncmulatságba vagyunk hivatalosak. A dobok alját felhevítik és úgy ássák a földbe. Néhány liternyi pombéval magukat is fölhevítik, és már is kezdődik a tánc. Ezt a kedélyt igyekszünk megőrizni utunkról. A kelet-afrikai népek sokféleképpen élnek, néhol nagyon nehezen élnek. Az afrikai adottságokban mélyen gyökerező kultúrájuk, táncaik, az élet, a születés örömét sugározzák. Van ennél fontosabb?